Önök a híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! 5 tárgyalási nap alatt 3 milliárd eurót szereztünk Magyarországnak az uniós csúcson. Erről Orbán Viktor beszélt tegnap reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az EU csúcs eredményét úgy lehet értékelni, hogy a magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok nemzetközi támadását. Hozzátette, hogy olyan országokról van szó, amelyek bevándorláspártiak, és azt akarták, hogy legyen egy olyan pénzügyi eszköz, amellyel zsarolni lehet Magyarországot és Lengyelországot. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak egy csatát nyertek meg, és nem a háborút. Több mint 90 órányi maratoni tárgyalássorozat végén kedre megszületett a megállapodás Brüsszelben. Az Európai Unió állam és kormányfői 5 nap után egyeztek meg a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló keretköltségvetésről és a koronavírus járvány által sújtott gazdaságok helyreállítását célzó pénzügyi csomagról. A megállapodást követően több meghatározó nyugati lap is Orbán Viktor győzelméről írt. A The New York Times például úgy fogalmazott, nőtt Magyarország részesedése az uniós alapokból, ami erősíteni fogja az ország gazdaságát. Elemzők szerint, ha egyfőre vetítjük a 2021-től érkező uniós támogatásokat, akkor Magyarország a tagállamok sorában az élmezőnyben szerepel, akár az első 10-be is bekerülhet. Egyrészt a várható költségvetési források miatt, másrészt, ha él a helyreállítási alap kínálta lehetőségekkel. Ez a csapat így együtt a 5 nap alatt szerzett Magyarország számára valamivel több mint 3 milliárd eurót, ami testvérek között is árfolyamtól függően olyan 1000-1100 milliárd forint. 5 tárgyalási nap alatt szereztek Magyarországnak 3 milliárd eurót, így fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor hozzátette, amikor megérkeztek, volt egy megállapodási javaslat arról, hogy ki mennyit fizet be és mennyit kaphat az uniótól. De ez igazságtalan volt az ország szempontjából. Ezt kellett mindenfajta megállapodásokkal, háttérben kötött megállapodásokkal, okos érvekkel, bizonyos helyzetek előidézésével, ahogy a tárgyalásokon lenni szokott, ezt kellett korrigálni, és ez nekünk sikerült, tehát mondhatjuk azt, hogy kerestünk Magyarország számára több mint 1000 milliárd forintot 5 nap alatt, ez órabérnek sem rossz. A mostani EU csúcs fontos pillanat volt Magyarország és a másik 26 tagállam történetében, mert olyasmivel próbálkoztak, amivel korábban még nem, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, mivel baj van több uniós országban, nem csak a 7 éves költségvetést állították össze, hanem egy gazdasági talpra állító csomagot is. Hozzátette, sok különböző érdek volt a csúcson, ezért nagyon nehéz volt megtalálni azt a pontot, amelyről mindenki azt érezte, hogy jó. Ha ilyen euró nyelven, ilyen blabla nyelven kell megmondani, mi történt, akkor majd a tárgyalásokon azt úgy lehetne mondani, hogy őszinte dialógussal és komoly tárgyalások után sikerült megegyeznünk Európa jövőjéről. Ha magyarul vagy közép-európaiul mondjuk, akkor azt mondanánk, hogy a magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális nemzetközi brigádok támadását. Ez ugyanazt jelenti. A kormányfő kifejtette, az Európai Parlament azért elégedetlen a megállapodással, mert a lengyelek és a magyarok visszaverték azt a kísérletet, hogy a bennünket megillető pénzekről mások döntsenek. Ők ugyanis, mint fogalmazott, azt akarták elérni, hogy megkapjuk az összeget, ami jár, de a felhasználását politikai feltételekhez kötik. Tipikusan olyan országok, akik bevándorláspártiak, és akik azóta gyűlölnek bennünket, nem túlzok. Tehát személyes indulataik vannak velünk magyarokkal szemben, de a lengyelekkel szemben is, azért, mert nem engedjük, hogy az ő migrációs politikájuk érvényesüljön, és a Balkánról nem tudnak bejönni a migránsok Európába, mert Magyarország megállítja őket. Ők meg azt szeretnék, ha bejönnének. Ezek mind migrációpárti országok, migrációpárti miniszterelnökök, és egy Soros György nevű magyar áll a hátuk mögött. Ezek az országok azt akarják, hogy legyen egy olyan pénzügyi eszköz, amellyel zsarolni lehet Magyarországot és Lengyelországot, tette hozzá a kormányfő. Nem háborút nyertünk, hanem egész egyszerűen csak egy nagyon fontos csatát. Orbán Viktor azt mondta, Európában két egymással versengő nézet van a jövőről. Az egyik sok idegen kultúrájú embert engedne be, hogy összekeveredjenek az itt élőkkel.
Mi viszont ezt nem akarjuk, mert szeretjük, ha biztonság van, ha nincs terrorizmus, és nem akarjuk, hogy nekünk kelljen alkalmazkodni az ideérkezettekhez. A kormányfő hangsúlyozta, ez a vita nem dőlt el, és fel kell készülni, hogy még egy évtizeden keresztül vívni kell ezeket a csatákat. Tovább romlik a koronavírus járványhelyzet a környező országokban, sok helyen ismét szigorítanak. Romániában újabb rekordot döntött a napi új esetszám, csütörtökön jóval több, mint 1000 új megbetegedést regisztráltak. A helyzet Szerbiában sem jobb, és Ausztriában is rekordokat dönt a járvány terjedése. Csehországban újra kötelező lesz a szájmaszk viselése zárt helyeken. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban ismét a védekezés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a kormány legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a vírus újbóli behurcolását az országba. A kormányfő hangsúlyozta, bár a határátkelőkön egyértelmű szabályok vannak életben, mindenkinek azt javasolja, hogy tájékozódjon, mielőtt elutazik. Már több mint 880 ezeren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet. A kormány szóvivő arról beszélt, hogy ez azt mutatja, hogy a magyar emberek fontosnak tartják, hogy elmondhassák a véleményüket. Szent Királyi Alexandra hozzátette, 13 kérdésre várnak választ, amelyek többsége a járványügyi védekezéssel és a gazdaság újraindításával kapcsolatos. Fontos az, hogy ezek sajnos olyan kérdések, amik a közeljövőben még aktuálisak lehetnek, így azt szeretnénk kérni, hogy töltsék ki minél többen a nemzeti konzultációt, küldjék nekünk vissza, mert mi is olyan szabályokat szeretnénk hozni, amivel a legtöbb ember egyetért, a legtöbb ember azonosulni tud, és így arra van a legnagyobb esély, hogy ezt a lehető legtöbben be fogják tudni tartani, éppen azért, hogy ezt a kedvező jó tendenciát Magyarországon ezt a későbbiekben is fent tudjuk tartani. Futóverseny miatt ma délutántól forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban, a Városliget környékén. Délután 3:45-től éjfélig lezárják egyebek mellett az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között, valamint a Dózsa-György utat a Damjanis utca és a Szondi utca között. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozások miatt több járat módosított útvonalon közlekedik majd. Újságíró képzés indul szeptembertől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közmédia együttműködésével. A hallgatók az elméleti képzés mellett betekinthetnek a tévé és rádió mindennapi életébe. A végzősöknek lehetőségük nyílik részt venni majd a közmédia gyakornoki programjában is. A közös képzés célja, hogy felkészítse szükséges szakmai ismeretekre a jövő közszolgálati újságíróit. Nagy volt a sürgés forgás a vezérlőben és a stúdióban néhány perccel a déli híradó előtt. Néhány utolsó ellenőrzés kellett még, egyeztetés a műsorvezetővel, és kezdődhetett is az adás. Gyakornokként akár ebbe a munkába is betekinthetnek majd azok, akik részt vesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MTV ősszel induló közös újságíró szerkesztő képzésén. A kurzusnak fontos része lesz a gyakorlat, így az órák jelentős részét az MTVA és a Duna épületeiben tartják. Meg lehet tanulni a vágást, lesznek operatőri és adásrendezői ismeretek, videó és hangtechnikai képzések is. A gyakorlati része a képzésnek az itt fog történni a közmédia épületeiben, tehát a rádióstúdiókban, tévéstúdiókban, vagy akár forgatóstábokkal is kimehetnek majd a hallgatók, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen egy műsor előállítása belülről, hogy néz ki a produkciós tevékenység. A képzésen azt is megtanulják majd a diákok, hogyan tudják kiválogatni a rengeteg információból a valós tényeket, hogyan lehetnek tájékozottak és napra készek. Azokat várjuk erre a képzésre, akik már egy alapdiplomával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy van valamiféle BA-snak nevezett végzettségük. Ez egy 3 éves képzést jelent a mai rendszerben. Azokat a diákokat várjuk, akik érdeklődnek a média világa iránt, akik szeretnének komolyan újságírással foglalkozni. Azt szoktam mondani a hallgatóknak és a kollégáknak is, hogy meg kell próbálnunk különbséget tenni a TikTokon bulizó fiatal tinédzserek és az újságírók között, mert ugye mindannyian publikálnak, de nem mindegy, hogy ki, hogyan és mit publikál. Az oktatásról további részleteket lehet megtudni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján. A jelentkezési határidő augusztus 1-e.
Ma lesz a Strandok éjszakája. Országszerte több mint 30 helyszínen várják a szórakozni vágyókat. Az esemény 11. alkalommal rendezik meg. A Magyar Fürdőszövetség szerint az idei eseménysorozat még biztonságosabb lesz, mert a járványhelyzet miatt minden helyszín fokozott biztonsági előírásokkal üzemel. A programokról a Fürdőszövetség honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni. Jó állapotban lévő mamut csontvázat emeltek ki orosz paleontológusok egy tóból Szibériában. Az őslény koponyájának darabjait, alsó állkapcsát és számos bordáját néhány nappal korábban halászok találták meg a tó sekély vizében. A gyapjas mamutok mintegy 10 000 évvel ezelőtt pusztultak ki, bár a tudósok szerint egy kisebb csoportjuk Alaszkában és Szibériában tovább fennmaradhatott. Legutóbb 1988-ban és 2007-ben bukkantak mamut csontvázakra a Szibéria sarkvidéki részén. A Mása és Juba névre keresztelt több 10 000 éves leleteket a Szalekhárdi és a Szentpétervári Múzeumban állították ki. Sportírekkel megyünk tovább. Története 13. labdarúgó francia kupa győzelmét ünnepelhetett tegnap a Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel csapata a döntőben 1-0-ra győzte le a Saint-Étienne-t. Franciaországban a koronavírus járvány miatt március 9-e óta először rendeztek újra futballmérkőzést. A visszatérés után elsőként Neymar volt eredményes. A brazil támadó a 14. percben szerzett találatával pedig el is döntötte a finálét. A találkozó azonban mégis egy becsúszásról maradt emlékezetes. Bappét ugyanis csúnyán felrúgták, a 21 éves világbajnokot pedig le is kellett cserélni az esetet követően. Bappé játéka így kérdéses lehet a Bajnokok Ligája augusztusi újraindulásakor. A második helyen álló Atalanta sem tudta megszakítani a Milán hosszú veretlenségi sorozatát az olasz bajnokságban. A két csapat tegnapi mérkőzésén a Milán szerezte az első gólt. Calhanoglu éles szögből nagyszerűen lőtt a hosszú felső sarokba egy szabadrúgást. Az Atalanta később kihagyott egy 11-est, de még az első félidőben egyenlített. Fordítani azonban nem tudott, így 5 ponttal áll az első helyezett Juventus mögött a tabellán. A Milán pedig a bajnokság újrakezdése óta, azaz 10 mérkőzés után is veretlen. Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kapás Boglárka is magabiztos sikerrel kezdte a 4 nemzet úszóversenyt. Ez az első nemzetközi verseny a koronavírus járvány kitörése óta. A magyar válogatott versenyzői Lengyelország, Ausztria és Csehország legjobbjaival küzdenek meg a Széchy Tamás úszodában ezen a hétvégén. Próbáltam megtalálni magamat is, mert még annyira új volt, most első verseny, kicsit így izgulok. Nem tudja, kellene, csak úgy, hogy benne van az emberben ez a versenyhangulat. Izgatottan várta a leállás utáni első nemzetközi úszóversenyt Milák Kristóf, aki pontosan egy évvel a 4 nemzet úszóverseny nyitó napja előtt döntötte meg a 200 méteres pillangóúszás világcsúcsát a Kvangzsúi vizes VB-n. A 20 éves világbajnok a budapesti viadal pénteki programjában ugyan nem úszott újabb rekordot, de remekül teljesített. Kifejezetten jó idővel nyerte meg a 100 méteres pillangóúszás döntőjét, míg 200 gyorsan a második helyen zárt. Magabiztos versenyzéssel tért vissza Hosszú Katinka is, aki pénteken egy döntőben ugrott medencébe. A háromszoros olimpiai bajnok közel 5 másodperces előnnyel győzött a második Nyirádi Réka előtt a 400 méteres vegyesúszás fináléjában. Ám így sem volt maradéktalanul elégedett teljesítményével. Az időn is feketén-fehéren látszik, hogy mekkora fordult a világ, és mennyire más szituáció ez a mai. Ennek ellenére természetesen örülök, hogy legalább van verseny, és van lehetőség úszni. Ugye ebben a medencében utoljára szerintem 2010-ben versenyeztem az Európa-bajnokságon, ami meg elképesztő élmény volt. Ilyen szempontból meg visszajönnek azok a szép emlékek. Úgyhogy elég vegyes érzéseim vannak. A 4 nemzet úszóverseny pénteki napján még további 4 magyar győzelem született. Kapás Boglárka 200, míg Kései Ajna 1500 méteres gyorsúszásban utasított mindenkit maga mögé. Női 100 méter pillangón Szilágyi Liliana nyert, míg férfi 400 méteres vegyes úszásban Verrasztó Dávid csapott elsőként célba.
A sporthírekkel véget ért most a Híradó, további híreket, információkat találhatnak a híradó.hu oldalon is. A csapadék lesz ma az úr országszerte. Időjárás jelentéssel következik mindjárt Szilágyi Eszter, aztán egy rövid szünet után folytatjuk adásunkat. Mire kell figyelnünk, hogy elkerüljük a nyári baleseteket, és mit tegyünk akkor, hogyha már megtörtént a baj? Erről is szó lesz nem sokára. Maradjanak velünk!